Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás augusztus 28-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre most kivetem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez jön még egy napi kártya a csokis kártyacsomagból. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Itt van egy uralkodó nő. Az lehet, hogy ti vagytok ez az uralkodó nő. Ő gondol rátok, felnéz rátok, becsül titeket. Az is előfordulhat, hogy ő úgy lát benneteket, mint egy istennő, és a saját magát olyan kicsinek, bizonytalannak érzi. Nem mer közeledni hozzátok. Az is előfordulhat, hogy ez az uralkodó nő egy másik hölgyre utal, aki uralkodik felette. Vagy van még egy párkapcsolata, vagy lehet valaki a családjából, vagy a munkahely területén. A második kérdés az volt, hogy milyenek az érzelmei. A négyes szám arra utal, hogy szüksége van a biztonság érzetére, nem csak az anyagiakat illetően, a munkahelyét illetően, hanem a párkapcsolat területén. És ő közeledik hozzátok, figyel benneteket. De nem mondja ezt meg, nem, úgy tesz, mintha ez a találkozás olyan váratlan lenne. És ahogy megpillant benneteket, akkor olyat mond, hogy ó, milyen véletlen, hogy mi itt összefutottunk. De ő ezt tervezi. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Erre megadja a választ itt ez a kártya. Ez a kulcs utal magabiztonságra. Vagy ő magabiztos, vagy legyetek ti magabiztosak. És amit még jelent ez a kártya, ezzel a kulccsal ki lehet nyitni egy ajtót. Ezek lehetőségek, utal a nyitottságra. Viszont ezzel a kulccsal be lehet zárni valamit. Az nem azt jelenti, hogy lezáródik ez a kapcsolat, hanem visszahúzódó, nem nyitott, nem mond el mindent, hanem titokzatos. Azt is jelentheti, hogy legyetek ti diplomatikusak. Ha olyan a helyzet, akkor nyissátok ki ezt az ajtót, ő jöhet, mutassátok ezt a nyitottságot. Ha viszont olyan a helyzet, hogy kellemetlen, vagy megsértett benneteket a múltban, akkor zárjátok be egy kis időre ezt a kaput, legyetek zárkózottak. A napi kártya
itt középen azt mutatja, fontos a belső egyensúly. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!